Végre megint önmagam lehetek. Csak az a kérdés, hogy meddig, míg az ördög ismét magához szólít. Tessék, felügyelő úr! Tessék, felügyelő úr! Menj, a sziklaga kell menned! Végre megjött. Csak hogy bejött, felügyelő úr? És azt mondja, hogy megesküdne rá, hogy látta a szörnyeteget. Igen. És hol? Uram, megesküdnék rá, hogy láttam a szörnyeteket ott a hortenziák között. Hol látta, felügyelő ott, úr? Ott a begóniák közt. És hol az én jó öreg fortes barátom? Itt vagyok. És ő is itt, drága barátnőm. Ne bánkodjék, kedvesem, nem történhetett semmi baj a nővérével. Nos, felügyelő úr. Láttam, amikor a szörnyetek felépett a kastélyba. Talán valami mást látott a felügyelő úr. Talán valahol valami fényig bolygott. Arra a bebegónia közt. Hortenziák. Ja, persze, igen, a hortenziák közt. Őrület, hogy ez milyen barom. Jaj! Nem kell ennyire megijedni, asszonyom. De hát mi történt? Kis szeizmikus mozgás. Üljünk le, ígyunk egy sherryt. Felügyelő úr, ön azt mondta, hogy látta, amikor a szörny belépett a kastélyba. Ne, különös, de hova lett az inasom a sherryvel? Itt töltöttem az egész estét a könyvtárszobában, ebben a megnyugtató légkörben. Kedvenc könyv... Az ital, hölgyeim és uraim, balra az erős, jobbra gyenge. Az új inas vagyok, most neveztek ki, uram. Tessék, parancsoljon, megnyugtatja az ideges szervezetét. Ezeket levitettem a faluba az öreg Fritzhez, az ácshoz. Tegyen velük, amit akar. Nem! Jaj! Jó! Nem! Jaj! Mit akar azzal egy gyilkos szerszámmal? Ki maga tulajdonképpen? Nem hallottam még hasfelmetsző Jack nevét! Jövök! Vette! Eressék le a függöny! Függöny! Hölgyeim és uraim, remélem elnézik nekünk ezt a kis technikai galibát, mert hiszen a mai korban... Micsoda kitartás! Most szántad rá magad arra, hogy szétszintáld a székeket. Nagyon kérlek, értsd meg végre, Terry! A székekben levő összeg 50%-ával megszűnik minden gondom. Nem hiszek az elásott kincsekben. És ezen kívül ismertem valamelyest a Vin Laura Berettit. Mindenit elkótya vetyélte, és tetejébe bolond volt. És miért vártál ezzel mostanáig, hogy ezt megmond? Különben nem jöttél volna velem Olaszországba. Köszönöm! Hagyd a másikat, és kösd tisztességes szerződést velem.
Ne bázd azokat a fákat. 50%-ot ajánlok fel egy két kereskedésből, és 100%-ot a tulajdonosából. Azaz, hogy feleségül akarsz venni? Tudom, hogy üzleti ajánlatra tőled előbb kapnék választ. Ezzel most kétszeresen el kellene pirulnom. Megfázol. Fel kell, hogy melegítsenek. Hogy gondolod? Így.